Háromfős bizottság alakult a megyei közgyűlés utolsó ülésén, a bizottság tagjai a Fidesz frakcióból kerültek ki. A település és területfejlesztési operatív program pályázatainak összehangolását figyelik majd. Ez mindenképp jó hír a közvélemény számára is, fogalmazott a közgyűlés elnöke, hiszen ez azt jelenti, hogy elkezdődött a pályázati programok döntéshozatali eljárása. Ennek a bizottságnak lesz az a feladata, hogy az illeszkedését vizsgálja az egyes pályázati programoknak az integrált területi programhoz. Jelesül, hogy illeszkedik-e az adott pályázati program az integrált területi programhoz, amelyet a megyei önkormányzat pár évvel ezelőtt alkotott, és amelyből kiindult aztán a terület és településfejlesztés operatív program, illetve ezeknek a pályázati kiírásai. Tehát ezt az illeszkedést, ezt a munkát fogja elvégezni ez a bizottság. Azért jó hír, mert ez azt jelenti, hogy a döntéshozatali eljárás megkezdődött. Ezt követően az irányító hatóság vezetője hoz egy döntést, és azt követően remélhetőleg már ebben az évben nyertes pályázatoknak is örülhetünk, és a jövő év elején pedig, én azt gondolom, hogy a jövő év első felében akár a pályázatok kétharmadában, háromnegyedében is döntés születhet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 100 milliárd forint hasznosítható fejlesztési célokra ebben a programban, amelyben az önkormányzatok a kedvezményezettek, utak építésére, intézményi felújításokra, közösségi programokra és nem utolsó sorban munkahelyteremtő gazdasági fejlesztésekre költhetnek 2020-ig. A megyében a közmunkaprogram átalakítására szükség van, ebben egyetértett a testület és egy olyan javaslattételt fogadott el, amely a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacra történő kivezetését tartalmazza. A közmunkaprogram bent tartja az embereket a közmunkába, és nem a munkaerőpiac felé irányítja, különösen a fiatalokat, és megfogalmazódott az elmúlt közgyűlésen, hogy egységesen tegyünk egy olyan javaslatot, ami a munkaerőpiac felé viszi ezeket az embereket, és nem hagyja ott. Tehát még azt se visszatart erő, hogy kevesebbet keresnek, miközben természetesen ez nagyon kevés pénz, de most Magyarország olyan helyzetben van, hogy munkaerőhiány van. Adorján Béla, a Jobbik frakció vezetője a napirendek előtti felszólalásában megköszönte a megyei önkormányzat dolgozóinak idei évi munkáját, hozzátette, sajnálja, hogy az önkormányzati dolgozók alapilletménye nem emelkedett az elmúlt években, holott a közszférában sok területen folyamatos több lépcsős béremelés volt. A képviselő szerint a hivatalokból is elviheti a munkaerőt a magánszektor. A mi konkrét javaslatunk az mintegy 20%-os, nem egészen 20%-os, de közel 20%-os alapilletmény növelést javasolna a magyar kormány részére, ami azt eredményezni, hogy a 38.650 forintos illetmény alap helyett, akár januártól, hogyha ezt komolyan veszi a kormányzat, akkor 45.000 forintos illetmény alapban tudnánk meghatározni az ő illetmény alapjukat. Nagyon-nagyon fontos végre, hogy rendezzük a magyarországi béreket. Így is nagyon nagy a csábítás a magánszektor és az önkormányzati szektor között. A jó szakembereket gyakran elszívja a magánszféra az alulbérezettség miatt. A testület elfogadta, hogy februárra megfogalmaznak egy közös állásfoglalást, amelyben javasolják, hogy az önkormányzati hivatalnokok alapilletménye növekedjen jövőre, az emelést pedig a központi költségvetés állja.